Ebben az interjúban iskolák nyugalmazott igazgatóját, dr. Kovács Bélát szeretnénk bemutatni, aki sokat tett a városban folyó oktatásért. Szeretnénk, ha elsőként saját általános iskolai diák éveiről mesélni nekünk egy keveset. Az általános iskolai időszak nekem a rosszaság jegyében telt, nagyon eleven gyerekek voltunk, 44-es létszámú osztályba, fiúosztályba jártunk, az osztály egy harmada úgy bukott le hozzánk, utána el is hagytuk őket, tehát egy eléggé kiélezett magatartási viszonyok voltak. A nagy élmény a Körös volt, a Kisszabóba jártunk, ugye az volt a igazi ember, aki átúszta a Kisszabót, ezt már a múltkor is mondtam. És a vége felé jöttem rá arra, hogy tovább kéne tanulni. Először asztalos szerettem volna lenni, de a szüleim mondták, hogy jó lenne tanulni. És hát a gimnáziumban akkoriban még elég nehéz volt bejutni, és akkor úgy 8. tájékán úgy összekaptam magam, és akkor elértem azt az eredményt, amivel be tudtam jutni a gimnáziumba. Középiskolai tanulmányait 1963-67 között nyomán a gimnáziumban végezte. Melyik a legemlékezetesebb élmény ebből az időszakból? Hát a sport mindenképpen. Akkoriban nagyon nagy sportélet folyt, akkor még 6 napos munkahét volt, tehát a délutánok szabadok voltak, és az iskola pályáján az osztályok egymás között fociztak, különböző sportrendezvények voltak. Én arra voltam nagyon büszke, hogy másodikos gimis koromban az iskolának a tornászbajnoka voltam, akkoriban nagyon nagy tornász élet folyt nálunk, és hát az összes többi sportág, atlétikától kezdve úszásig benne voltunk, nagyon-nagyon jó hangulatú iskola volt akkor is. A gimnázium után testnevelés történelem szakon tanult tovább Szegeden, mikor határozta el, hogy ön a pedagógiai pályát választja? A történelem az mindig érdekelt, részben családtörténetből kiindulva, azt követően nagyon sokat olvastam hozzá. A sport révén meg a sporthoz kötődtem, és hát gyakran volt úgy, hogy edzésen magunk voltunk, tanár nem volt velünk, és a kisebbeknek segítettem sokat, főleg a szertornánál, hogy segíteni kell, hogy lehessenek, és az úgy tetszett nekem, meg élmény is volt, és a történelem, a testnevelés kettő együtt úgy alakult, hogy tanári pályára mentem, akkor még nem is tudtam, hogy ez milyen jellegű dolog. Volt olyan tanár a tanulmányai során, akire példaképként tekintett? Nagyon sok. Itt a gimnáziumban nagyon kedves tanáraim voltak, nem sorolom fel a nevüket, mert kifutunk az időből, viszont volt olyan is közöttük, aki, amikor visszakerültem, és együtt tanítottunk, Ronyesz Pali bácsi, aki igazgatóhelyettes volt, később, amikor igazgató lettem, néhány évig nyugdíjvonulása előtt még együtt dolgoztunk, az ő embersége, toleranciája, az mindenképpen példa volt számomra. A diploma megszerzése után nem sokkal, 1975-ben a Gyomai, akkori nevén Kislajos gimnázium tanára lett. Milyen érzés volt visszajönni az egykori iskolájába? Olyan szempontból izgalmas volt, hogy én egy nagy iskolára, nagy folyosóra emlékeztem. És amikor Tóni bácsi, az akkori igazgató megkeresett, és hát nem olyan sok, néhány év után ugye visszajöttem, és bejön a folyosóra, olyan kis szűk csőnek tűnt az egész. Tehát nyilván Szegedről vagy nagyvárosból indulva mások voltak az embernek az emlékképei. De borzasztó izgalmas volt, ahogy az előbb is mondtam, olyanokkal tanítani együtt, akik engem tanítottak. És bizony gátlások is voltak bennem, mert a matematikából hol kettes, hol hármas voltam Andrési Pali bácsinál, és akkor együtt kellett ugye vele dolgozni, tanítani, és akkor hát mit gondolhatnak ezek rólam, hogy ennyire ügyetlen vagy oktalan vagyok? Közben meg hát lehet, hogy ez voltam. Közben meg az volt a helyzet, hogy akkoriban más volt a felvételi rendszer. Nem kellett minden tartárból annyit küzülni, mint ahogy nektek. Nektek sokkal nehezebb, sokkal rosszabb. Nekünk elég volt néhány tantárgyból, azt csúcsra járattuk, és akkor a 10 pontot az érettségén tudtam vinni. Ez volt a maximum. 1990-ben önt nevezték ki a gimnázium igazgatójának, és akkor vette fel az iskolak Nerimmel nevét is. Milyen mértékű változást eredményeztek ezek a lépések az én életében? Hát szabadidőm nem volt ezt követően. Számos hobbimról le kellett mondani, mint a kutyatenyésztés, mint a horgászat. Utóbbit most egy éve kezdtem el, hogy nyugdíjas lettem horgászni újólag. Tehát nem volt idő. Ez az időpont egybeesik azzal, hogy megnősültem. Hirtelen gyerekeim lettek. Nyilvánvaló, hogy a feleségem mindig mondta, hogy az iskola mindig elsődleges volt az időbeosztásban. Akkoriban elég
vegyes zilált viszonyok voltak, nekünk kellett kidolgozni tanterveket, új oktatási, képzési formát kellett a minisztériummal elismertetni. Ilyen hatosztályos gimnázium volt, aminek a tantervét az itteni tanárok dolgozták ki, miután központilag nem adtak semmilyen anyagot. Az anyagi biztosítása, feltétel biztosítása is nehéz volt. Az önkormányzattól függtünk, ott képviselni kellett az intézmény érdekét, ezért 20 éven keresztül az önkormányzatnál képviselő voltam. Nem mintha annyira élveztem volna, de a problémáinkat, az anyagi helyzeteinket ott helybe kellett képviselni, illetőleg az ellentámadásokat ott lehetett leginkább kivédeni. Ezek eléggé összetett dolgok voltak. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon lekötött időszak volt. Mi az, ami a legbüszkébb az eddigi életéből? A normális ember a családjára a legbüszkébb. Én is arra vagyok a legbüszkébb, családomra, feleségemre, a két gyerekemre. Ezt követően a munkára lehet büszke az ember. Az igazgató feladata, hogy jó tantestületet alakítson ki. Én azt hiszem, hogy a környék legjobb tantestületét sikerült nem rövid idő alatt kialakítani, úgy szakmailag, mint emberileg. És hát nyilván az embernek vannak még ezen kívül hobbiai, az életbe érdeklődési köre, és abban tud egy kicsikét boldogulni, örömet talál benne, arra is. Ha nem is büszke lehet, de örülhet neki. 2 évvel ezelőtt nyugdíjba vonult. Mi az, amit még szeretne megvalósítani az élet bármely területén? Hát a családon belül a számos unokámat szeretném látni, hogy napvilágra jönnek, és még néhány évig, hogy nőnek föl. És mint említettem, a borászattól kezdve a vadászaton, a horgászaton keresztül rendkívül sok hobbim van. Az életben nagyon sok csodálatos dolog van, csak az ember ideje kevésre. És ezeket a hobbikat szeretném még végigélvezni. Sok nagy vadat lőni, nagy halat fogni, jó bort készíteni, azt esetleg meg is kóstolni, és hát nyilván a családban örülni az életnek. Köszönjük az interjút, és további tartalmas éveket kívánunk. Köszönöm szépen.